Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A mostani erőviszonyok alapján csak a tisztes helytállás volt a célja. A szekszárdi UFC-nek, az MB3 középcsoportjának listavezetője a PMFC-vel szemben. Ez pedig a nagyobb gólkülönbségű vereség elkerülése volt, ami sikerült. A nyomasztó fölényben játszó pécsiek háromszor vették be a hazaiak kapuját, és 0-3 után megszületett a szekszárdi szépítő gól is. Már az első 10 percben a játékképe hülyen visszatükrözte a két csapat táblázaton elfoglalt igen eltérő pozícióját. A tabellai lovas pécsi MFC játékosainál volt legalább 80%-ban a labda, annak elvesztése után azonnal letámadták a 11. helyen álló, mi több szerénykedő szekszárdiakat, akik óhatatlanul védekezésre kényszerültek. A gyors gólszerzés volt a PMFC célja, ami a 8. percben teljesült is. Szinte futószalagon jöttek szélről és szögletből a kapu elé ívelések. A nyáron Szekszárdról Pécsre igazoló Hegedűs Márkhoz került egy lepattanó labda, a csatár ballal látványosan nagy gólt lőtt a szekszárdi kapu jobb felső sarkába, 0-1. Csak nem fél órát kellett várni az első szekszárdi helyzetre, egy baloldali szöglet után Fejes Péter a védők szorításában lövőhelyzethez jutott az 5-5-esnél, ám perdítése egy pécsi játékos érintésével fölé szállt. Néhány perccel később már nem úszta meg újabb kapott gól nélkül az UFC a folyamatos pécsi nyomást. Újfent az ex-szekszárdi Hegedűs Márk mattolta a szekszárdi védelmet, az első lövését még a kapufa hárította, a kipattanót már egy játékos érintésével belőtte a baranyaiak támadója, Szekszárd Pécs 0-2 a félidőben. Szünet után sem változott alapvetően a játék képe, a több mint 100 Pécsről érkező szurkoló buzdítása közepette uralta a játékot a PMFC. Hiába tömörültek a sárgák a 16-osok előterében, mindig volt egy olyan gyorsléptő, jól cselező játékos a vendégeknél, aki ígéretes helyzetbe tudott kerülni a gyors labdajáratás után. Így nem sokat kellett várni a meccset végképp eldöntő harmadik pécsi gólra sem. Kónya Dávid egy szép csel után mintaszerűen lőtte ki a jobb alsó sarkot. Már arra tippelt a lelátó népe, hogy most is 4-0 lesz, mint Pécsen az első mérkőzésen, vagy még annál is több. Ám a becsülettel küzdő UFC-ben volt annyi tartás, hogy ezt megakadályozza, és a második helyzetéből megszerezze a szépítő gólt. Egy gyors kontrát vittek végig a sárgák a jobb oldalon, miután Királyházi pontosan centerezett. Fejes elsőre még egyet kapust találta el, de a másodikra már bekotorta a labdát a kapuba. Szekszárd Pécs 1-3. A játék képes a helyzetek alapján a végeredmény a szekszárdiakra hízelgő. Látszik az eredményeik alapján is, hogy az MB3-ból kiemelkednek, rengeteg gólt szúgnak, minden csapatot letámadnak, hibára kényszerítenek. Hát úgy gondolom, hogy azért mi is ennek az áldozata lettünk, hogy elég jól letámadtak bennünket, rengeteg szögletet rúgtak, még úgy gondolom, hogy ennek a hárításában is elég jók voltunk, inkább itt megint a lepattanókra, a kijövő labdákra az ellenfelünk sokkal gyorsabban reagált, és abból kaptuk a gólokat. Hát én összességében a mi játékosainak a hozzáállásával, meg a játékával elégedett vagyok. A PMSC magabiztos szekszárdi győzelméhez végig energikus játékával, a szerzett két góljával nagyban hozzájárult a szekszárdról érkező Hegedűs Márk. Környezetváltás mindenképpen jó hatással volt rám, úgymondván kiszakadtam a komfortzónából, de ez az egész fejlődés az egész csapatra igaz. Nagyon kemény munkát dolgozunk hétről hétre az edzéseken, aminek hétvégenként hál' Isten megvan az eredménye. Ahol most játszik, a bal szélen, amit játszik, amit kér edzője tőle, mint mondja, ideális, fekszik neki. Ott érzem magam a legotthonosabban szélen, ballábas vagyok, bal szél fekszik nekünk, a játék stílusunk, amit kér tőlünk. Laci Bá az, ahhoz ehhez a játékhoz számomra ez a legmegfelelőbb poszt. A PMFC egy fordulóval a zárás előtt már biztosan őszi bajnokként zár, az UFC-nél pedig kereshetik a téli szünetben annak okát, miért olyan rapszódikus hétről hétre a teljesítményük, miután nem tudnak stabil középcsapattá válni az MB3 középcsoportjában. A sok bekapott gól miatt a védekezést kell mindenek előtt rendbe tenniük a tavaszi folytatásra. Véget ért a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság őszi idénye.
arra alig ha tippelt volna bárki is a nyári változások tükrében, hogy az utóbbi években érdemi kérdésekbe beleszólni nem tudó Majos áll majd a táblázat élén, megelőzve olyan városi patinás csapatokat, mint a tavalyi bajnok Bonyhád, a Dombóvár, a Tamási és a Tolna. Az őszi csalódások miatt már most télen nagy mozgások várhatóak az első 6 helyen végzett csapatok mindegyikénél. A völgység és elsődleges vonzás körzete Bátaszék dominált a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2019-2020-as szezonjának első felében. Az, hogy a címvédő Bonyhád versenyben van, lesz a bajnoki címe megvédését, ez szinte borítékolható volt. Azzal együtt is, hogy Csigi Ádámon kívül senki sem érkezett a nyáron, mert a gerinc évek óta adott, és az utánpótlásból érkezve a csapatba azonnal helyet követelő játékosok kopogtatnak az öltöző kapuján, mint például Sásdi Bence vagy Wirth Dániel. Az időközben beépített Agics Péterrel és Hambuk Milánnal a középpályán még inkább stabilizálódott a Bonyhád játéka. Egy-két kisiklás vagy inkább gyengébb teljesítmény is elég volt ahhoz, hogy a játékos állományban nem sokkal gyengébb, hozzájuk közelítő csapatok ne engedjék elszökni tőlük a Bonyhádot. Így fordulhatott elő, hogy a Majos, amely októberre a kezdeti bukdásolás után összeállt, élve a Bonyhád nem várt döntetlenjeinek adta lehetőségekkel, lehozva 0-0-al az El Clásicót, azonos pontszámmal, de egy győzelemmel többet begyűjtve előzi még a táblázat élén a Bonyhádot. Az a szervezett, együttes csapatvédekezésen alapuló támadójáték és az ezzel párosuló elveszett labdát nem ismerő küzdeni tudás, amit Tihanyvári László Majosa az utóbbi másfél hónap alatti győzelmi sorozatában bemutatott, azzal, mint egy csapásra, új bajnok esélyesként emlegetik a kis Majost, mint annó 6-7 évvel ezelőtt. Nem különben a Bátaszéket, amely a hazahívott itteni kötődésű nagy csapatoknál nevelkedett fiatalokkal, a régi, tavaly még gyengén teljesítő alapembernek számító Botos Gábor Gergő Tóth Balázs felrázásával 180 fokos fordulatot hajtott végre néhány hónap alatt. Ez a nem várt sebességű változás a benfentesek szerint a játékosok véleménye alapján is jó részt a Bajáról érkező Tolna megyei kötődésű edzőnek Szőcs Lázárnak köszönhető, aki a maga higgadt intellektusával és remek szakmai meglátásaival nem csak felrázta, összerakta a jövő Bátaszékét, hanem egyik legszebben futballozó csapattá is tette azt, amely átlagon felüli erőlétével sok fontos meccset a második félidő közepétől tudta megnyerni ősszel. A Majos ugyan első pillanatnyilag, de minden tényezőt figyelembe véve a szakemberek szerint is a csak harmadik helyen álló Bátaszék lesz a legnagyobb kihívója a Bonyhádnak a tavaszi folytatásban, és persze a Majosnak is. Azért lesz felettébb érdekes a jövő évi folytatás, mert nem jelenthető ki, hogy biztosan a már említett három csapat belügye lehet a bajnoki címért folytatott küzdelem. A negyedik Dombóvár játékos anyaga elég erős, jó képességű fejlődésben levő, saját nevelési fiatalja révén képes lehet 3-4 pontos hátránya ledolgozására a dobogósokkal szemben. Persze, ha nem lesznek olyan érthetetlen csapatszintű összeomlások, mint amilyen egy-két alkalommal ősszel bekövetkezett náluk, ráadásul a nyerhető meccseken is. A Tamásinak már 8 ponttal hátránya a Bonyháddal és a Majossal szemben, 5-re vannak a Bátaszéktől, ami nem kevés. Figyelembe véve azt, hogy 3 komoly erősítés is terveznek a szünetben, látva azt, hogy a nyáron Dunaföldváról érkező jó képességű focisták még nem alkotnak egységes ütőképes csapatot a meghatározó afro-magyarokkal, vagyis a Tamási esetleges tavaszi feltámadásában lehet bízni, és lehet arra számítani. Bajban van a szakmai és morális válságát élő, még mindig jó erőkből álló Tolna, amely 7 veresége és mindössze 17 pontja az ősz negatív meglepetése a megye egyben. Tekintettel arra, hogy a Fortuna sem volt mellettük a nyerhető meccseken, számítva arra, hogy az érkező új edző tud majd új impulzusokat adni, tavasszal több rangadót is megnyerhet a Tolna, mint azt ősszel tette, és hozza a kötelezőket. A hajó már annyira elment, hogy dobogóra alig ha tud felkapaszkodni a Tolna VFC.
Legfőjebb a mérleg szerepét tölthetik be az érdemi kérdések eldöntésében. Ha ez sikerül, a végső helyezéstől függetlenül mindenképpen felettethetik 2020 tavaszán a libésznyomásos őszi idényt. Az ő esetükben már ez sem lenne kevés. Már bontogatja szárnyait a Gemenc judóese új generációja. A serdülő B országos bajnokságról az értékes helyezések mellett meghatározó fiú versenyzőik egy győzelemmel és egy második hellyel tértek haza. A női szakákban is van már érmük a szekszárdi judósoknak a korábbi országos bajnokságokról. Felzárkózás a hazai szűkebb élvonalhoz és az utánpótlás bázis további szélesítése jegyében telnek a szekszárdi Gemenc judó ese hétköznapjai. Hogy előbb-utóbb beköszöntsenek azok a sikerek, amelyek éveken át kísérő jelenségei voltak a Gemenc judó esének. Nos, ebből a szempontból elemezve a jelenlegi helyzetet, az elmúlt 2-3 évet időarányosan jól áll a két szepesi által irányított Gemenc judó ese. Az utánpótlás diák ABC serdülő ifjúsági korosztállyal foglalkoztunk, jobban mondva majd, hogy nem csak ilyen korosztályú csemeténk van, akik versenyre képesek. Már tavaly a korosztályból kiemelkedő két tehetség a diák OB-n letette névjegyét a legfontosabb hazai versenyeken is. Olybá tűnik, Hilbert József és Sárosdi Ákos rálépett arra az útra, ami a legutóbbi aranygeneráció tagjait is jellemezte a serdülő B korosztályba lépve. Minden korosztályban szereztünk magyar bajnoki érmet, van több magyar bajnokunk is, most az elmúlt hétvégén volt, illetve két héttel ezelőtt ott a serdülőbé magyar bajnokságot is tudtunk szerezni, Hilbert József révén egy aranyérmet, a Sárosdi Ákos második lett, szent meggyőződésem, hogy jobb, mint az ellenfele, de sajnos így jött ki a lépés. Hilbert József már tavaly közel volt ahhoz, hogy bajnok legyen, az idén az álom valósággá vált, nagyon megdolgozott érte. A kezdeti győzelmek után nagyon kemény meccsek vezettek az aranyéremig. Én amikor lejöttem az elődöntőbe, hogy megnyertem, akkor nagyon elkezdtem izgulni, és bennem volt az, hogy ezt meg kell nyernem, hogy ez számítani fog, szóval ez muszáj lesz megnyernem. A papírforma érvényesült a budapesti Samurai Klub versenyző ellen a döntőben, hiszen eddig minden egymás elleni meccsen a szekszárdi judoka diadalmaskodott. Először is, amit nagyon próbáltunk gyakorolni, ez a támasztott gáncs volt. Amikor régebben volt egy Budapest kupám, amikor ketten voltunk, vele voltunk ketten, és mondta, hogy próbáljam csak azt indítani, hogy ezt fejlesszük ki jobban. Egyaránt itt ezt is megpróbáltam, de itt inkább különféle bokadobásokkal próbáltam megdobni. A döntő elején begörcsölt a szekszárdi fiú, de ez gyorsan múló állapot volt. Nyakon fogtam, ahogy szoktam, begörnyedtem, megpróbáltam, és egy bokadobással sikerült eldobnom az arira, majd visszaálltunk. És szerintem volt még egy combdobás, amiből fején át is akart neki lenni, és abba belegurítottam, és ott kaptam még egy vazarit. Sárosdi Ákos még mindig kesereg az elvesztett döntő miatt, az ezüstnek nem igazán tud örülni. Nem vagyok megelégedve a teljesítményemmel, mert én az első helyet szeretem volna elszerezni. 5 meccsen volt, abból 4-et megnyertem éppen, és az utolsó meccsen pedig ki akartam emelni a ellenfelemet, de magamra borítottam, és így itt pontot rejtem. Már tudja, mit csinálna másként ebben a szituációban, ha újra mérkőzhetne. Nem kiemelem, hanem oldalra döntöm, és úgy dobom el. A rászabott gemences technikákat nagyszerűen alkalmazta Sárosdi Ákos, gyors győzelmeket elérve. A csípődobás és a nagy belső. Nagy belső comb? Nagy comb. Ákost azért kárpótolhatta az az 5. hely, amit az egy évvel idősebbek országos bajnokságán ért el, ami előre vetíti a közeljövő sikerességét. Hilbert Józsit viszont kissé bosszantja, hogy aranyérmesként a felsőbb korosztályban csak a 7. lett. Így nem biztos a hírekrész programban való számtalan előnnyel járó részvétele. Az, aki Heraklészbe be lesz választva, attól azért egy kicsit elvárják azt, hogy a egyel idősebb korosztályban is valamit produkáljon. Mondjuk azért a Józsinál ez valamilyen szinten megvan, mert a Serdül Európa kupán 5. lett. Az egy nagy nemzetközi verseny volt itt Győrben.
A 3 éve indult női szakág is már hozzátesz időarányosan az egyesület összeredményességéhez az utánpótlás szakágban más klubokkal történő versengésben. Vaskó Kamilla egy OB bronzzal jelezte már korábban országos szintű versenyképességét. Trunk Zita pedig ifiként aranyérmes lett a másodosztályú felnőtt magyar bajnokságon. Az egészen kislányok közül Pető Léna jelenik meg a jövő nagy ígéreteként a Tarcsai utcai edzőteremben. Még csak a diák C korosztályban szerepelhet, de már egyel följebb a B-sek között sem talált legyőzőre az idei országos bajnokságon. Fergeteges hangulatú mérkőzésen győzte le a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata a listavezető Moira Budaörs handball együttesét. A győzelemmel a Kozár Mislenyiek egy helyet előrébb léptek a tabellán, és a jelenlegi dobogósok mögött szorosan a negyedik helyen állnak. A tabella éllovasa látogatott Kozár Mislenybe szombaton. A Budaörs kézilabdázói a mérkőzésig 100%-osak voltak a bajnokságban. Kovács Tamás együttese viszont már kétszer botlott az őszi szezon során. Óriási tempót diktáltak a házigazdák az első pillanattól kezdve. Sokak megdöbbenésére 6-1 is volt az eredményjelzőn. Nem véletlen, hogy a vendégek az 5. percben időt kértek. A lendület ugyan nem hagyott alább, de a védekezésbe becsúszott 1-2 hiba. A félidőben 6 pontos Kozár Mislenyi előnnyel fordultak a csapatok. A második játékrészben hibázott párat a Kozár Mislenny, de a vendégek nem tudtak élni egyik leghatékonyabb fegyverükkel, a lerohanásos könnyű gólokkal. A második félidő közepén jött el a holtpont, de Halász Bernadett, Polics Tímea és Halmai Pálma a legjobbkor lőtte a fontos gólokat. A végjáték aztán ismét a házigazdáknak állt, így 30-25-re legyőzték Kovács Tamásék a Moira Budaörs csapatát. Sikerült a felkészülés, és igazából pont azok a játékelemek nagyon sűltek, amire készültünk. Az ellenfelünk védekezés váltása a második félidőbe okozott némi zavart, és a nehezen is, de feltörtük, viszont volt annyi előnyünk már akkor, ugye 7-tel is vezettünk, hogy gyakorlatilag nem kellett izgulni, szerintem jó időben jött az időkérés, kicsit rendeztük a sorokat, de hát nagyon boldog vagyok, mert tényleg egy erős, jó csapatot győztünk le. Meggyőződésem, hogy 10-ből 9-szer ők tudnának nyerni ellenünk. Hát ma itt volt az az egy, aztán majd tavasszal lesz a másik. Halmai Pálma 5 góllal járult hozzá a Kozár Mislenyi győzelemhez. Megmondom őszintén, hogy a saját teljesítményemről csak annyit mondanék, hogy én 2 hete azt gondolom, hogy kicsit még gödörbe voltam, és tényleg ez a mai meccs, azt mondtam tegnap, hogy vége van a felkészülési hétnek, itt van a, úgymond az előadás, most kell teljesíteni, és hál' a jó Istennek sikerült összeszednem magam, és nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy segíthettem a csapatomat. Víg Vivien is jó napot fogott ki, a döntő pillanatokban kivette az ellenfél lövéseit. Úgy gondolom, hogy nem játszhatunk most a legjobban, de hála Istennek elég volt ahhoz, hogy győzzünk. Mi ennél sokkal többet tudunk, és remélem a következő meccs ez már teljesen összeáll igazából. Nagyon örültem a Pálma játékának, végre azt a Pálmát láttam, akit én régen ismertem, és úgy gondolom, hogy voltak hullámvölgyök a meccsen, de mindig valaki hozzá tudott tenni. A Budaörs botlása ellenére továbbra is maradt a tabella élén, a Kozár Mislenyese pedig feljött a 4. helyre. Kovács Tamás együttese legközelebb november 30-án szombaton 18 órától a Szombathely U19 csapata ellen lép pályára idegenben. 6 csapat, a házigazda PVSK, a PMSC, a Lendva FC, az Eszék, a Mátyusföld, Csallóköz és a Komló részvételével rendeztek nemzetközi labdarúgó tornát a PVSK új munkacsarnokában. Az eseményt Péter Fiatilla Pécs polgármestere nyitotta meg. A PVSK centenáriuma és a rendszerváltás 30. évfordulója tiszteletére rendeztek 6 csapatos veterán labdarúgó tornát, melynek az összetartozás nevet adták a szervezők. Péter Fiatilla polgármester köszöntőjében elmondta, fontos ez a torna, melyen a 3 baranyai csapaton kívül Szlovéniából, Szlovákiából és Horvátországból is érkezett gárda, de mindannyian tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt ez az összetartozás még egészen mást jelentett, egészen másként mutatott Európában. Európa térképén. Nincs jobb jó hír a háborús sebek gyógyításának, mint a sport. Neki köszönhetjük a Pécsi Vasutas Sportkört, a város legfajnásabb sportegyesületét. A PVSK, amely ma is a Pécsi sportélet egyik kiemelkedő szervezete. Ezzel is több sportolónak ad lehetőséget, hogy kibontakozhassa a tehetségét.
ami a számokra egyik legjobb öröm, többségük pécsi gyermek és fiatal, akik a sport körvezetésének köszönhetően folyamatosan fejlődő környezetben. A szervezők a házigazda PVSK-n kívül Baranyából még a PMSC és a Komló veterán csapatát, valamint a szlovákiai Mátyusföld Csallóköz, a szlovéniai Lendva FC és a horvátországi Eszék gárdáját hívták meg. Nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel veszünk részt ezen a tornán. Az Országos Veterán Labdarúgó Sportegyesület szervezésében 100 éves a PVSK, 30 éve történt a rendszerváltás. Úgy gondoltuk, hogy a három környező országban lévő magyarok, azok is részt vegyenek ezen a fantasztikus, jól előkészítettnek, gondolom én, majd a tornának a végén majd erre ismét majd kell, majd nyilatkozzanak a résztvevők. Nagyon fontos, hogy a környező magyarokkal is ezt a csodálatos kapcsolatot próbáljuk tartani. Nekünk mi a mi módszerünk? Az, hogy egy életen át kell játszani. És ez az egy életen való játék, ez ugyanúgy tartozik a környező országokban lévő azonos korú urakra is. A nemzetközi veterántornát az Országos Veterán Labdarúgó Sportegyesület, a PVSK és a PSN ZRT közösen rendezte. A PSN ZRT a PVSK-val társrendezője ennek a tornának. Egyrészt az elődöknek, a emlékeinek az ápolása, az mindig is úgy tartottuk, hogy fontos a ma dolgaihoz és a jövő megismeréséhez. És az egyik csapat a PMSC, ugye a PMSC öreg fiúk, amelyik a PSN ZRT által üzemeltetett és működtetett PMSC-nek az egykori nagy játékosaiból áll, tehát megvan a közvetlen kapcsolat is. Másrészt pedig a PSN ZRT mindig is a pécsi sportnak olyan elkötelezett támogatója volt. Mindegy, hogy alapvetően sportiskolát üzemeltetve gyerekekkel foglalkozunk és a felnövekvő generációt támogatjuk, de hát jó példaként éppen ez a torna mutat rá arra, hogy aki fiatal korában és egész életében sportol, az még így 60 fölött is gyakorlatilag olyan egészséges tud lenni, hogy még egy ilyen foci tornát kényelmesen végig tud játszani. A házigazda PVSK nagy reményekkel vágott a tornának, ugyanis a regionális bajnokságban jól összeszokott már a gárda. 1960 előtt született játékosokról van szó, tehát itt 60-61 néhány éves öregfiúkról van szó. Mi 10 éve veszünk részt a Baranya, és ez egy országos bajnokság, de van egy dél-dunántúli régió, Baranya és Tolnai csapatok vesznek részt. A PMSC a legnagyobb favorit, 7 éven keresztül ők nyerték a bajnokságot, de az utolsó kettőt azt a PVSK nyerte, úgyhogy mondhatom azt, hogy összeszokott, ez számunkra nem új. Az ellenfeleket is úgy hívtuk, hogy ez körülbelül azért tartsák be a rendet, itt 60 éves legényekről van szó. A Szlovákiából érkezett csapat nyerni jött Pécsre. Mi Felvidékről érkeztünk, rajta Csallóköz és Mátyusföldet képviseljük. A csapat, hogy mennyire összeszokott, hát majd meglássuk a torna után, hogy mennyire összeszokott a csapat. Focisztunk, mindenki külön-külön, először vagyunk így együtt ez a csapat, hát remélem, hogy jó lesz. A PVSK a Lendva FC-vel játszotta a nyitó mérkőzést. Most már jó közel 10 éve együtt játszunk, futballozgatunk, minden ilyen tornán részt veszünk, van koprodukciónk a lenti csapattal, mivel országos rendezvényen ketten közösen veszünk részt. Nagyon jó kezdeményezés, vagy már nem is tudom, folytatás, szerintem nagyon tökéletes. A tornán a csapatok összesen 9 mérkőzést játszottak úgy, hogy a baranyaiak csak külföldiek ellen léptek pályára, illetve a külföldről érkezett gárdák sem játszottak egymás ellen. Itt nem az eredmény, hanem a részvétel volt a fontos, ezért csapatrangsort nem is hirdettek. A legtöbb gólt szerzett játékos dr. Pap Zsolt volt a PMSC-ből, ő 3 mérkőzésen 5-ször talált a kapuba. A legjobb kapus a Csallóköz csapatából Racskó Pál lett, a legjobb mezőnyjátékosnak pedig az eszéki Ante Simunovicsot választották. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk ismét, viszontlátásra!